és köszönjük a meghívást miniszter úrnak, képviselő úrnak, üdvözlőjük a sajtó jelenlévő képviselőit. Azért jöttünk el, Kovács Pál úr az idevaló, karcagi, már évek óta csábított, hogy tegyünk erre is egy kis kitérőt, és akkor próbáljuk meg a vidék Magyarországot, a mezőgazdaság, az atomerőmű, a energiagazdálkodás, a magyar gazdaságnak a közös gondjait egy csokorba fonva adjunk egy kis tájékoztatást, amiben ugye mi azért felelünk, Pali korábban államtitkárként is az energetikái, most meg államtitkárként alattam a atomerőmű két új blokkjának a tervezéséért, megépítési üzembejezéséért, hogy a kerítésen, úgy szoktuk mondani, kerítésen belüli feladatok államtitkára, hisz van az orosz szerződés alapvetően a kerítésen belüli feladatokat tartalmazza, és vannak egyéb feladataink, logisztikai út, vasúttól, szállásig, egészségügytől, élelmiszerellátásig, hisz a csúcsidőszakban jelentős létszám fog dolgozni Pakson, mindent ezzel együtt kell foglalkoznunk, annak egy másik államtitkára van, a Becskázi Attila úr, az foglalkozik a kerítésen kívüli dologgal. Ez a folyamat, amit mi itt képviselünk, az 2009-ben kezdődött, tulajdonképpen vált hivatalossá. Ez 2009. március 30-án a parlament 95,4%-os támogatással fogadta el, hogy kezdődjön el az a munka, aminek évén, ha beszerezzük az összengedélyt, akkor meg tudjuk építeni Paksot, illetve az engedélyeket folyamatosan kell megszerezni, mert nem csak ahhoz kell, hogy megépítsük, hanem itt minden fő fázishoz, a mosatástól, a tisztításig, az üzembejezésig, az üzemi próbákig, tehát minden lényeges fázishoz kapcsolnak engedélyek. Ezért is van, akik olyan nagyon nem mélyednek el a dolgokba, nehezen tudják elképzelni, hogy mit csinálunk mi évekig, hisz ugye közel 300 ezer oldal dokumentáció, a műszaki terv, ebből olvasmányos leírás az egy 170 ezer oldal, és műszaki táblázatok, mellékletek, az a másik 130 ezer, ami alapján majd be tudjuk adni a hatóságnak az engedélykérelmet. Ezt a tervcsomagot megkaptuk tavaly szeptember végén az orosz féltől. Itt persze, mint mindenben voltak csúszásaink, ezt kár is vitatni, ezt kommunikáltuk is. Eleve ugye a projekt, tehát a brüsszeli bizottság 16 hónapra fölfüggesztette, nem engedett kifizetéssel járó tevékenységet, ha meg valamit nem lehet kifizetni, ott ugye ingyen kevés ember dolgozik, így az orosz fél se 16 hónapra lát a munkákkal. De azt tudjuk mondani, hogy miután megkaptuk a műszaki terveket, akkor már egy időtemezést tudunk, mert a következő főfázis az idén 6.30-al beadjuk az engedélykérelmet az építkezésre. Arra 15 hónap határideje van a hatóságnak, hogy elbírálja, ebből kb. 100 fő nemzetközi szakértőt is a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül ebbe a bírálatba bevon, csak azt jelenti, hogyha nem kell hiánypótlást, ami olyan, hogy halasztó hatályú hiánypótlást végrehajtanunk, akkor 21. szeptember 30-án rendelkezünk létesítési engedélye, tehát tulajdonképpen a főépület építését akkor tudjuk elkezdeni. Jelenleg is tavaly, illetve hát ma most már 18 februárjában munkaterületet adtunk fölvonulási épületek építésére az orosz félnek. Három épületre volt meg a engedélye, két irodaépületre, egy étterem, konyha. Ezen építkezések elkezdődtek, zajlanak, és most körülbelül egy 30 létesítménynek szeretnénk további létesítménynek beadni a létesítési engedélykérelmet. Egyébként a fölvonulási épületekre is ugyanaz szigorú követelmények vannak, mint a főépületre. Tehát ugyanúgy földrengési állósági, kölcsönhatási, biztonsági elemzéseket be kell mutatni, meg kell szerezni. Ezért, hogy egy kicsit
erre az orosz fél, mire ő is rájött, hogy itt más a magyar követelmény, más a metodika, azért erre föl kellett pörögni, többlet létszámot kellett, mint más helyen történő építkezéshez, tehát ez is okozott némi csúszás, de most már azt tudom mondani, hogy összerázódtunk, hisz meg kell ismerni egymást, és meg kell ismerni az orosz félnek a magyar, európai uniós követelményeket, más szabványkörnyezetbe kell dolgozni, otthon ő a GOSZ-ba dolgozik, nálunk az európai uniós előre, ráadásul bizonyos dolgokat az egynégyblokk üzemeltetési tapasztalatok alapján, üzemközbeni nyomásforróbákat, öregedéskezelési követelményeket, azt pedig az amerikai ASME kódrendszer szerint végezzük, tehát neki még ezzel is egy kicsit tarkítottuk a követelményeket, tehát nem egyszerű a helyzet. Azt meg tudom itt is erősíteni, hogy a világ legmodernebb, legjobb blokkja úgy néz ki, hogy az fog készülni nálunk. Eleve a megrendelésből ugye a ma létező 1200 megawattos ugyanolyan típusú blokkok, mint az 1-4 blokk, tehát nyomott vizes, a hűtővize és a moderátora is nagy nyomású víz, és akkor a reaktor azt tulajdonképpen egy hagyományos értelemben biztosítja a gőzt a gőzfejlesztőkkel együtt. Ettől kezdve a szekunderkör az pedig ugyanúgy néz ki, mint egy bármilyen kondenzációs elvű, akár a mátrai erőmű kondenzációs turbinája, akár Tiszán, ami már nem üzemelnek, Tisza erőműbe, vagy Szászalombattán, tehát utána már ugyanolyan, hogy az orosz félnek a magyar fél a megrendelést azt versenyeztetés nélkül szerződéses alapon, hisz legnagyobb hitelezést, ami lehetővé tett, hogy egyáltalán a blokk megépült, hogy 10 milliárd euró készenléti hitelt biztosított az orosz fél ez a munkákhoz, ezt más nem biztosította, nekünk ezt ki kellett használni. Az Unió ugye vizsgálta, hogy akkor versenyeztetés nélkül mi odaadhattuk-e ezt a két blokkot az orosz félnek. Ebben a 16 hónapban egyik kérdés az volt, hogy igen, odaadhattuk, mert mérlegelte azokat a szempontokat a brüsszeli bizottság is, hogy az 1-4 blokkunk ugyanilyen típus, ezt a technológiát ismerjük, egy telephelyen ne legyen adott esetben kétféle szállítótól, de egyébként előírta, hogy akkor, ha részleteibe csináljunk versenyt, tehát az orosz félnek 55%-át a munkáknak európai uniós beszerzések szerint kell végrehajtani, ezért mondom, hogy világ legmodernebb blokkja lesz, mert már történtek versenyeztetések, eredményhirdetések, turbina, generátor, sziget, ami egy lényeges része, ez termeli meg az áramot, ezért építjük a erőművet, hogy mégiscsak áramot termeljünk. Ez francia-amerikai konstrukció, G és az Alstom gyerte, a generátor az amerikaiak gyártmánya, a turbina az a francia Alstom cégnek a gyártmánya, és még egy lényeges nagy versenyeztetésen is túl vagyunk, ami megint nagyon fontos, hogy a reaktorvédelem, a biztonsági rendszerek irányítás technikai, az pedig Siemens Framatom, ez is kipróbált technológia, Pakson is a védelmi rekonstrukciónál mi a Siemens védelmekre váltottuk ki az eredeti védelmeket, tehát ez is abban az irányba haladunk, hogy a egyik legmodernebb blokkot tudjuk a világon, az orosz vassal, mi meg az 1-4 blokki tapasztalatok alapján mindig is elégedettek voltunk, egy jelentősen túlméretezett, robosztus, megfelelő műszaki tartalékokkal rendelkező konstrukciót fogunk megépíteni, és maga a blokk az ugye úgynevezett 3 pluszos, tehát harmadik generációs változott ezeknek a nyomott vizes blokkoknak. A plusz jel az azért van, hogy mind passzív védelmi rendszerekben, mind aktív védelmi rendszerekben többletvédelmek vannak a rendszerhez telepítve a korábbi blokkokhoz. Például Pakson is 3 dízelgenerátor egység feladata, hogy abból bármelyik egy, ha működőképes, biztonsággal le tudja állítani a blokkot és ütött állapotban tartani. Az új blokkok esetében 4 dízelgenerátor
van előírva egymástól független helyekre telepítve, hogy még közös módos, akár tűz vagy egyéb beartások se érintessék egyszerre mind a négy generátor, tehát ezek is mind abba az irányba mennek, és ugye a három pluszhoz még hozzá szoktuk tenni, hogy úgynevezett Fukushima áll. Azt is kell tudni, hogy mind a üzemelő blokkok a világon, Fukushima üzemzavart követően mindnek volt egy kötelező nemzetközi atomenergiai ügynökség által elő stressz teszt programot végre kellett hajtani. Minden olyan körülményt, amit eddig nem mérlegeltünk, nem láttunk, azokat ki kellett találni egy telephelyre vonatkozóan, és akkor elemzéseket kellett végezni, hogy ezeknek megfelel. Tehát azért mondjuk a orosz blokk is Fukushima állott, tehát minden olyan egyéb be nem látható dolgot, mely pluszba elemzésre kerültek, amit tulajdonképpen nem is tudunk megmondani, hogy hogy tud kialakulni, mert részleteiben a védelmek biztosítják. Például a mi blokkon, hogyha az üzemanyag mondjuk megolvad, átolvasztja a reaktor tartályt, és kifolyik a reaktor tartály alá, erre is kell védelmet telepíteni, de nem tudjuk ezt el se képzelni, hogy fog tudni bekövetkezni, szelőtte számtalan védelmi rendszerünk van, ezt nem érti, nem teszi lehetővé. Az az alaptervezési el, hogy azokra az eseményekre is méretezzük, ami tulajdonképpen meg se tudjuk tervezni, hogy következik be, de ha bekövetkezett, akkor kezeljük se erre. Tehát a paksi blokkoknak az az egyik fő jellemző vonása, hogy semmilyen normál és üzemzori helyzetben a környezetét nem terhelheti, semmilyen kibocsátás nem következhet be, tehát semmilyen szituációban lakosság intézkedésre nem kerülhet sor. Az engedélyezés során a környezetvédelmi engedély az egyik legfontosabb engedélyünk, az jogerősen még miniszter úré közreműködésével szereztük meg, akkor a közmeghallgatást mind Magyarországon, mind 7 országban hajtottunk végre, azt hiszem 9 városban, mert ugye Romániában 2 várossal többe, tehát nem csak Bukarestben, hanem Nagyváradon és akkor Temesváron, de Ausztriában hajtottunk, Németországban, Szlovénia, Horvátország, Ukrajna, akik bejelentették igényüket, hogy szeretnék azt, hogy mi tájékoztassuk az ottani környezetvédelmi hivatalt, hatóságot, ki hol, kinél hol van ez a szerep, és hogy ezeket a közmeghallgatásokat Ausztriában és Németországban és minden környező országban olyan zárójegyzőkönyvekkel sikerült abszolválni, hogy minden ország kimondta, hogy őket érintő hatást nem tudott megállapítani. Ez egy fontos dolog. Ettől függetlenül az osztrákok, aki követi, ők perbe vannak, nem velünk. A brüsszeli bizottságot perlik, hogy miért engedte meg Magyarországnak, hogy az oroszokkal építse ezt a blokkot, de ez egy teljesen más folyamat. Annyit kell tudni, hogy az osztrákoknál azt hiszem 77-ben, vagy annak környékén, egy erőmű, teljesen elkészült üzembehelyezés előtt volt, és egy népszavazást kezdeményeztek az ellenzékek is pár szavazaton múlott, hogy a népszavazás sikertelen, azt az eredményt hozta, hogy ne indítsák el a atomerőmet, ezóta az ő gondolatukban mindig az a motoszkál, hogy dögöljön meg a más tehene is, tehát ha ők nem indították, nem épített, nem fejezhették be, nem üzemel náluk ez az erőmű, akkor másnál se üzemeljen, lehetőleg a környékbeli országokban. Tehát ez egy fontos tény, hogy nekünk törvénnyel, jogszabállyal, nemzetközi jogszabályokkal együtt is jogerős környezetvédelmi engedélyünk van. Ez mutatja be, hogy a környezetre az erőműnek semmilyen negatív hatása nincs. Van telephelyi engedélyünk, ami szintén nagyon fontos, például a finnek, akik ugyanúgy építenek, ők még ezzel nem rendelkeznek. Telephelyi engedély arról szól, hogy a telephelynek nincs semmilyen negatív hatása az odaépített erőműre. Tehát akár árvíz, akár hó, akár földrengés, tehát ez is jogerős engedélyünk van, és
további 401 év engedélyünk van, és mint említettem, jelentős engedélyeket minden fázishoz engedélyeket kell beszereznünk, ez körülbelül 6000 engedély lesz, mire mindennel végezni tudunk. 2009 óta annyi változott a világban, hogy akkor, ugye, amikor eldöntötte a parlament, hogy kezdjük ezt a munkát, hogy egy gazdasági visszaesés következett be, mindjárt 6,5% volt a villamosenergia csökkenés, hisz akkor 2008-as válság, világválság akkora írt a hatása Magyarországra. 10-be kormányváltás, kassza üres, hogy először a 4 évig azzal kellett a Fidesz kormánynak foglalkozni, hogy egyáltalán hogy konszolidálja a gazdaságot, tehát nem is volt nagyon pénzünk arra, hogy ezt a két blokk építésével tudjunk foglalkozni. És 2014-ben, amikor az orosz fél felvetette, hogy ezt támogatná, persze, hogy akkor nagyon kapóra jött nekünk egy hosszú lejárató hitel. Ugye azt mondja az ellenzék, hogy mi eladósítjuk Magyarországot. Nem adósítjuk el, mert az erőmű fogja megtermelni, visszafizetni a fölvett hitelt. A hitelkonstrukció egy fix áras, 10 milliárdot hitelez az orosz fél, 2,5 milliárdot tesz hozzá a magyar állam. Így jön létre 80% hitel, 20% magyar önrész. És a Brüsszeli Bizottságnál egy fontos vizsgálati feltétel volt az, hogy a beruházás megtérül-e. Ha nem térül meg, akkor állami támogatás kérdését veti föl. Ha állami támogatás az tiltott, nem tiltott, és hogy azzal is le lehet akkor állítani a beruházást. Ez egy külön vizsgálati pontja volt a bizottságnak, megállapította, meg fog térülni, sőt, az akkori széndioxidkvóta egyéb árakat figyelembe véve is 9,35% profitot hozna, hisz a kereslet kínálatban akkor még jobban álltak a gázos és a szenes erőművek egy atomerőműhöz képest 14-ben, hisz akár csak a Mátrait tudjuk, hogy 5 euró volt egy tonna széndioxidnak az ára, most meg 25-30 euró, amit fizetni kell egy tonna széndioxid kibocsátás miatt. Tehát ezek a mutatóink nekünk nem romlottak, tehát megtérül, vissza tudjuk fizetni, sőt az államnak 7,35% profitot fog garantálni. Nem mi mondtuk ezt a brüsszeli 16 hónapos vizsgálat, mondta ki, persze az ellenzéknek ők kezdeményezték ezt a vizsgálatot, mivel pozitív lett az eredménye, ez sem nagyon tetszik, de hát mi nem tudunk ezzel vitatkozni, olyan független szakértők lettek ebbe a számításokba, számolásokba bevonni, akik a világon az energetikai vezető számításokat végzik. Tehát ez hozzátartozik. Egyébként a teljes, tehát a fogyasztás utána a völgyidősz 6,5% óta visszatért. Átlagban azt lehet mondanunk, hogy a 1,5%, amivel mi akkor kalkuláltunk 2009-ben, hogy körülbelül a villamosenergia rendszer fogyasztás növekedése 1,5 lesz. Ez átlagban mondhatjuk, hogy így van. 19-ben kisebb volt, ez egy 0,58%, tehát nem volt egy. Előző években több volt, amikor 2,4% volt, tehát átlagban azt tudjuk mondani, hogy ez a növekmény megvan. Az importunk, aki nyomon követi, és ugye itt is, akin internetes telefon van, és a mavir.hu lapra rálép, akkor most is meg tudja nézni, hogy körülbelül 30% import villamosenergiával üzemel Magyarország. Ez jellemző volt az elmúlt években, 32%-on mentünk. Idén ebből is pont a piaci viszonyok, árviszonyok miatt Magyarország többet tudott termelni a rendszer, versenyképesek lettek a árai, de most is 28% fölött volt az import. És ez olyan kitettség, amit hosszú távon nem lehet, tehát ez is indokolja. És például a Mátrai üzemzavar, mint 18-ban volt ott január végén, hogy lefagyott a lignit a hidegbe, akkor 54% importtal tudta Magyarország üzemeltetni a villamosenergia rendszerét. Ez olyan kitettség,
mind az ipar, mind a lakosság részére, hogy a kormánynak a felelőssége az ebből a kérdésbe oszthatatlan, az ellenzéknek ebbe nincs is felelőssége, az ellátásbiztonság a kormány felelőssége köre, tehát itt nem lehet nagyon mellé beszélni, a mostani számok is, tények is azt igazolják, hogy ezeket a blokkokat megképíteni. Egyébként a csúcsidejű villamos energia felhasználás is folyamatosan nő. Tavaly kétszer volt csúcs január 24-én, és akkor december 5-én. A kettő közötti különbség az 2,5%-kal volt, nagyobb, majd 180 megawatttal, ez egy gázturbinás blokknak a teljesítménye. Annyival volt nagyobb a januárhoz képest a decemberi, és azt is hozzá kell tenni, mi mindig is a megújulókkal szervesen együttműködve képzeljük el a jövőt, de a megújulók azok időjárástól függőek, a nap meg a szél, és a december 5-i helyzet is az volt, délután 4:30-kor volt ez a fogyasztási csúcs, ez azt jelentette, hogy a naperőművek a 7105 megawattból 9 megawatt teljesítményt adtak a rendszerbe, 1000 megawatt beépített naperőmű kapacitás van, ebből 9% vagy 9 megawatt jött ki, körül 270 valány megawatt szélkerék kapacitás van, abból 70 megawatt, 76 megawatt körüli teljesítményt tudtak a szélkerekek biztosítani, tehát a 7105 megawattból tulajdonképpen nem érte el a megújulók által biztosított dolog a 100 megawattot. Tehát így mi azt mondjuk, hogy az a alaperőmű nélkül, ugye ma is lehetett hallani a ellenzék részéről tájékoztatást, hogy fölösleges Paksot helyette megújulókat kell építeni. Biztos, hogy megújulókat lehet építeni. Ezt mi egy nemzetközi konferencián tartva is bemutattuk. Minden országnak egyedi mennyiségűt lehet, kiszabályzáshoz egyébhez kell rendelkeznünk más forrásokkal. Az osztrákoknak földrajzilag, környezeti szempontból jobb a helyzetük, mert rengeteg vizes alkalmazások van. Víztározós, duzzasztó művünk, milyennel ugye nem rendelkezünk, csak a Tiszapalkonyai 6 megawatt vagy 10 megawatt teljesítményű, tehát a rendszerhez képest elenyésző. Tehát nekünk úgy kell berendezkedni, és ezért is volt szükség a Mátrai erőműnek a átvételére, mert az nem várható el gazdaságtalan lett a széndioxid kvóta miatt, a maszekoknak ellátási felelőssége nincs, a saját tulajdonnal, ha kell, bezárja, és veszteséget nem fog finanszírozni, az államnak viszont ellátási felelősségébe bele kell férje, hogy akkor ezt működtetni kell, hisz, mint mondtam, amikor nem működött a Mátra, 54% importra is sor került abba az időszakokba. Aztán a megújulóknak, hogy mi nem akarunk riválisai lenni, de az is látható, hogy ha mi Paksot megépítjük, akkor 17 millió tonna széndioxid kibocsátást takarítunk meg, hogyan ezt szenes erőművekből állítanánk elő. Az is tény, hogy a teljes magyarországi közlekedés csak összehasonlításként 12 millió tonna széndioxidot bocsájt ki, és a erdőfelületek, zöld felületek azok egy 6 millió tonnát tudnak évente regenerálni, tehát elnyelni. Tehát ez is mutatja az erőműnek a pozitív vonásait, de a leglényegesebb az, hogy ugye olcsón, nagy mennyiségben, időjárástól függetlenül biztonsággal villamos energiát előállítani csak az atomerőművel lehet. Az olcsónak azért kell lenni, mert egyik a lakosság fontos szempont, a másik pedig az ipar versenyképessége nagyon fontos. Azt látjuk, hogy az a 30 éves politikánk, hogy majd olcsóbb érekkel ide csábítjuk a külföldi tőkét, ez azért nem sikerült 100%-ig, hisz a fiataljaink a Európa átjárhatósága kapcsán inkább a magasabb érek miatt külföldön vállaltak munkát, de biztatóak a eredmények, mert Németország úgy megy fel a villamos energia. Nem véletlenül jöttek ide az autógyárak,
mert ott már háromszoros jelenleg is a villamos energia költsége, hogyha mi olcsón, hosszú távon biztosítjuk az ipar a lakosság részére, akkor a béreket emelni tudjuk, és a versenyképességet nem az alacsony bérekkel, hanem az alacsony villamosenergia költségekkel, közműdíjakkal kell megtermelnünk. És akkor hol függünk mi össze? Például nekünk majd, ha sok villany lesz, mert mikor süt a nap, meg fúj a szél, akkor tele leszünk adott esetben dugig, akkor például az öntözéses mezőgazdasághoz, akár éjszakai völgyidőszakban, amikor paksi villany se fogy el, adott esetben 4400 megawatt, akkor szivattyúzni öntözőcsatornákba, de ugyanúgy ezt lehet délelőtt órákban, az más dolog, hogy délelőtt a friss vízzel nem locsolunk növényt, mert én még úgy tanultam, hogy leforrázott, attól a csatornákat lehet tölteni, meg átemelni a Dunából az öntözésre a vizet. Tehát a olcsó villany nem csak ipart, hanem ha szabályozni, akkor az egész rendszert fenntarthatóan akarom működtetni, akkor a megújulóknak a hektik időjárástól függő dolgát, azt nagymértékben az elektromos mobilitásban, a villamos közlekedés, okosmérőóra használat otthon. Kiegészítés van a miniszter úrhoz. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönni Fazekas miniszter úrnak és a kedves karcai lakosoknak, hogy ezt a lehetőséget megadták már ma nekünk, hogy tájékoztatót tarthassunk miniszter úrral, illetve köszönöm miniszter úrnak is, hogy mint karcagiként, hogy kötélnek állt erre a mai tájékoztatóra. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, csak nagyon röviden, hiszen miniszter úr annyi adatot és információt között, hogy abból már egy energetikai évkönyvet, vagy atomenergetikai évkönyvet lehetne összerakni, hogy nem véletlen, hogy az atomenergia iránt nagy az érdeklődés. Én a múlt héten jártam éppen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, ahol éppen jelenleg éppen közel 30 ország áll sorba azért, hogy az atomenergiához, mint technológiához hozzájuthasson, hiszen gondoljunk bele, egy ilyen körömnyi réteg urán-dioxid, amit mi használunk ugye a paksi atomerőműben, ez annyi energiát ad, mint amennyi egy háztartásnak, egy magyar háztartásnak az egész éves energia szükségletét fedezi. Tehát egy irtózatosan koncentrált energia termelő lehetőségről, módról van szó, amelynek nem csak a fejlett országokban, de a most fejlődő és talán a környezetében változtatást elérni akaró országoknak is szükségük van. Tehát nem véletlen, hogy energiáért, ami a gazdaságnak a hajtóereje, egy komoly verseny van az országok között, komoly verseny van nemzetközi szinten, és ebben a versenyben mi 40 éves tapasztalattal, üzemeltetési tapasztalattal indulunk neki akkor, amikor új atomerőművet építünk, és nagyon szerencsések vagyunk, amikor ez a technológia Magyarországon már meghonosodott a 70-es évek óta, ugye 70-es évekbe kezdtük el az építkezést, és 82-87 óta működik a paksi atomerőmű. Most ugye a kormány nem véletlenül döntött 2011-ben az energiastratégia meghozatalakor, hogy hosszú távon szeretné használni, alkalmazni legalább az évszázad végéig a nukleáris technológiát, és mi szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy ugyan kevés energiaforrásunk van, amire támaszkodhatunk, ami tiszta és megbízható, de ettől függetlenül a környezeti körülményeink kedvezőbbek, mint olyan országok, mint például akár Kenya, Gána, említhetném a közép-afrikai országokat, vagy a Szahara szélén levő országokat, ahol már olyan problémákkal küzdenek, hogy nincs például elegendő öntözővíz, nincs ivóvíz, ahol az atomenergetikát éppen azért szeretnék például használni, alkalmazni, hogy ivóvizet, öntözővizet biztosítsanak a élhető környezet kialakítása és az emberi lét alapfeltételének a biztosításához. Tehát higgyék el, hogy nagyon nagy az érdeklődés az atomenergetika iránt. Európában ma is minden más egyéb információ ellenére 27%-át a villamos áramnak atomerőművek állítják elő, akár csökken a számuk, akár nem. És ez egy olyan ellátás biztonságot nyújt
az Európai Unió tagállamai részére, amelyet más energiaforrásokkal képtelenek lennénk biztosítani. Magyarországnak ezen belül más lehetősége igazából nincs, van a lignitünk, és ugye vízforrásokban gyengék vagyunk, tehát nincs nagy esésű folyónk, nem vagyunk olyan kedvező helyzetben, mint például a szomszédos Ausztria, bár ott is, hogyha véletlenül az Alpokban nem esik le elegendő hó, akkor lehet, hogy csak egy negyed évig képesek működtetni a vízerőműveiket, és akkor ott a probléma, akkor ott a baj, akkor veszik a Csehországban, Szlovéniában, vagy Szlovákiában, Szlovéniában és Magyarországon előállított nukleáris áramot. Erről van szó. Tehát az, hogy egy nemzetgazdaság mennyire biztonságosan tud üzemelni, ennek az ellátás biztonsági oldalát is, meg a tiszta környezeti hatásoktól mentes hatását is biztosítani kell. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hosszú távon mind a versenyképességünk, mind a környezeti alapfeltételeink és igényeink, mind pedig a gazdaság versenyképessége szempontjából egy nagyon kedvező döntés volt a kormányzat részéről, ami mellett hosszú távon ki is áll, hogy az atomenergia és a megújuló energiaforrások együttes alkalmazása mellett döntött. Erről szeretnénk mert itt a mai nap miniszter úrral tájékoztatást adni, és járjuk az országot, ez egy misszió a részünkről, járjuk Kelet-Magyarországot, hiszen itt, ha gondoljunk bele Karcagról is, azért többen dolgoztak az energetikában, többen dolgoztak az atomenergetikában, Pakson is többen személyesen vettek részt, tehát az itteni iskolák, a gimnáziumban már megemlíthetem, egy olyan alapot adott, ami hát, segítséget adott ahhoz, hogy magas szinten lehessen ezt az ágazatot műszaki oldalról is kiaknázni, és megtanulni, és alkalmazni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a karcagiaknak az érdeklődését, miniszter úrnak a meghívást, és Süli miniszter úrnak azt, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen államtitkárról, megnyugtató, hogy egy karcag is ott van, és akkor gond nem lehet egyébként se lenne, de én azt látom, hogy jó kezekben van miniszter úr, államtitkár úr és a kollégái kezében ez a projekt. Én kétszer látogattam már meg az atomerőművet, azt látom, hogy egy műszaki csoda és egy olyan műszaki technológiai iskola, amit nem szabad Magyarországnak a kezéből kiengedni. Dr. Fazekas Sándor, miniszter úr, zárja a sajtótájékoztatót, hogyha még lesz kérdés, akkor természetesen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy miniszter úr, államtitkár úr ellátogatott Karcagra. Érdeklődéssel várjuk mi is a fórumot, amely hamarosan megkezdődik, hiszen egy olyan beruházásról van szó, amely azt lehet mondani, hogy több évtizedes távlatban is a legnagyobb magyar fejlesztés, a legnagyobb magyar építőberuházás, és megnyugtató az, hogy generációkra biztosítja az ország elektromos energia ellátását. Nyilván, mint minden beruházás körül, ekkörül is vannak viták, ezek gyakran inkább politikai természetűnek tekinthetőek, gyakran akik korábban támogatták, most már ellenzéki szituációban nem támogatják, hiszen 2009-ben hallottuk még a nemzeti ügyek kormánya előtt kezdődött el az előkészítése, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen beruházás évtizedes előkészítést, hosszú kivitelezés és utána több generáción keresztüli működést és termelést feltételez. Ez fontos valamennyi magyar ember számára, hiszen akkor érezhetjük biztonságban magunkat, hogyha a kellően megszervezett korszerű energiaellátás ott van a háttérben, lehetővé téve azt, hogy akár a lakások, a háztartások, a családok energiaellátása, akár a nemzetgazdaság energia szükségleteinek a fedezése megvalósuljon. Én jó erőt, jó egészséget kívánok a miniszter úrnak, államtitkár úrnak ez a munka, az a munkatársaiknak is, és bízom benne, hogy a mostani fórum is hozzá segít bennünket, karcagiakat, a környékben élőket, és hogy tisztában lássunk ebben az összetett kérdésben. Köszönöm szépen!